Nem, rádiókat nem javítok, még a trió is egy különlegesség volt, és egy egyedi eset, mint ez. Gyerekek, jött hozzám egy gyönyörűséges, tökéletes állapotú patika. Szinte zsírújnak kinéző Philips Saturn 851 sztereó rádió, gyerekek. Sztereó, beépített hangszórókkal, 66-os készülék. Lassan 60 éves, úgyhogy tessék csókolomot köszönni neki. Ez egy annyira különleges és annyira brutál egyébként, mint láthatjátok, német feliratú minden rajta. Ugye amikor megláttam, hogy szó szerint mindene működik, minimális kontakthibát tudtam csökkenteni a sávválasztóknál, de nagyon sok minden nem lehet, mert ugye itt már a csatolókondik csattannak ezeknek a bemenet választásánál, de úgy képzeljétek el, azon túl, hogy dupla varázsszem, azon túl teljesen csendes, szól minden sáv rajta, tényleg egy kart nincs még a dobozán se, ez itt üveg, gyerekek, és tényleg mindene tökéletesen működik. A főorvosnak születésnapja. Most nincs rajta antenna, de mindjárt azt ott rákötöm, és megnézzük, hogy mit fog. Van egy dipója beépítve egyébként ide a dobozának a tetejére belőle, az is rá van dugva, majd megmutatom, de alapvetően a gombjait szeretném bemutogatni, meg a skáláját. Ez a hangerő, ugye? Na, megpróbáljuk nem jogvédettel. Szóval ez itt a hangerő gombunk szép nagy. Ekkora szinte semmi nincs. Alatta a balansz. Jobb oldalt pedig a tuning gombunk, és hogy miket láthatunk itt még. Van nekünk, gyerekek, mind a két hangszínhez külön gombunk. Nézzétek csak mögött azt a skálázást, ahogy tekerjük arrébb az egészet, bár itt balra nő a mély, így csökken, emelről pedig a magasat láthatjátok, ami balra csökken, jobbra nő. Későbbi mini hifiken látható beszéd, sprache, koncert és jazz hangszínbeállítások gombnyomásra. Nagyon jó. Tehát ezek a fix hangszínek, amikhez persze ugyanúgy még pluszba lehet tekerni mélyet meg magasat. Van persze a monósító gombunk. Tehát most, hogyha zajos, innentől már nem annyira zajos, mert hogy átraktuk monóba. Két hátsó külső bemenete van, magnó meg a másik, amit még rá lehet kötni, ugye a TA meg a TB. Az automatik, az pedig van benne automata sáv beállítás, tehát AFC, tehát az automata frekvencia kontroll már volt akkor rajta, négyféle hullámsáv, van elvénk, itt persze nagyon semmit nem fog fogni, elvén egyébként alapvetően nem sok adó van, főleg nem itt a környezetünkbe, és ha jól megnézitek most, a felső skálának a mutatója mozog, hát ennyi a elvénk, és azt is meg lehet nézni, hogy jobbról balra nőnek a frekvencia értékek, ez is egy érdekesség számomra legalábbis. Ha Kurzwave rövid hullámra kapcsolunk, az EKV Kurzwave. Na, a Nordprezet sem már a románok már nyomják. Még mindig a felső skálán megy a mutató. Na. Itt vajon működik a automatik? Ja, ilyenkor kikapcsoljuk, bocsi. Akkor inkább legyen bekapcsolva. Most prezentse, hát... Sok mindent nem fogtunk. Akkor most jön a Middlewave, Mittelwave németül gondolom. Megint csak jobb oldalt lesz a mi magyar adónk. Mm.
mi kis kosútunk, és a varázszem gyönyörűen mutatja. Hú, valaki zavarja, nem kicsit. Wow. Ahhoz képest, hogy zavarja itt minden. Ledes fényforrás. Inverter. Hú, ez hány helyen jön? Hát ennyi. Szóval az első három hullámsáv a felső mutatóval van mutatva, és most jön, gyerekek, a FM-ünk, az UKV. Ultra Kurz Wave, ultra rövid hullám. Nézzétek, hol mozog a skála mutatója alul. Ja, és természetesen ez a 66-os készülék már 104 MHz-ig ment. Nagyon jó. Nézzük meg, jobbról menjünk, mert hát arrafele nő. És miket fog tereóba. Ez a varázsszem vajon a tereójelet mutatja? Fene tudja. De az FM-nek a... Hát együtt mozog mind a kettő szinte. Dankó persze, hogy jött. Lehet, hogy a másik antennát ilyenkor ki kell húzzam. Igen, a dipol helyett be kellett a drótot oda dugjam. Szóval felcseréltem a kettőt. És akkor kezdhetném megint jobb oldalról, mert lentről. Lesz itt azért néhány adó, hogy nézem, egyből több. Kis Áki. Ez a szép sztereó zaj, nem semmi csövekből. Fantasztikus Dankó. Hifi sztereóba, gyerekek. Azért volt jel. Baloldali térerősség mérő varázsszem összeér. Na, itt van Pataki bácsi. Visszahozták az UFO-k. Mindez monóba. Nem sokkal csendesebb. Azért örülünk neki, hogy fogja. Nagy térerősség nincs. Szóval ezen máig lehet rádiózni is. Egyébként erős tönek fogják használni. Na, itt lehetett látni, hogy teljes, itt nézzétek, teljes sáv, oda-vissza tekerem és marad a sávban. Viszont ha kikapcsolom a, nem ezt kapcsolom ki, az automatikát, akkor már csak pont ott. Pont ott. Na, itt a OFC, gyerekek. Különleges, hiszen Kovács Kati... Ez nagyon kemény. Már volt rajta OFC. Csöves, gyerekek, csöves. És hatalmas hangja van. Ugye megmutatom hátulról, milyen. A balansz. És hogy mi szól belőle, azt is meg fogom mutatni. Na, nézzük meg a hátulját. Teljesítmény felvétele volt amperbe, olyan, hát olyan 100. 100 volt amper, de egyébként ők azt mondták annó, hogy ő 75 wattot vehet, viszont nem is 220-ról megy, és sajnos nem lehet feljebb kapcsolni, csak 110 meg 220-on itt lehet amúgy választani. Így néz ki hátulról, ott világítanak benne a skálaizzók, és amúgy itt a masina. Ott van Philips Saturn 851 Stereo,
és itt vannak rajta a csatlakozóink. Persze én már a csavarokat kicsavartam. Van egy magnónk, van egy... ez mi akar lenni? Csatlakozó, valami stereo, valami. Sztereo lemezjátszó akar lenni, de hát nem is lemezjátszóba menet, na mindegy. De az is stereo, ott a jele mindenhol a stereónak. Ez a TA meg a TB egyébként. És ott van két hangfal, kimenet gyerekek olyan HP, azaz dinszabványú hangfal csatlakozó hajzat, amiben ha beledugom a dugót, gyönyörűen átvált, és a belső hangszoróit le is választja, és mehet a külsőre. Megint csak németül Rex Links. Én ebbe beáldugtam is bele a két Sound Kinget, és hatalmas hangereje van. Úgyhogy most szépen ezt a hátlapot mindjárt levarázsolom, ott van két antenna csatlakozónk, van ugye a belső dipóra lehet beledugni az FM UKV. Hát 240 ohmos az eleve dipó antennát feltételez, ez meg az OMV. Szépen kihúzom, el is hallgat, de szedjük le gyorsan ezt a hátlapot. Oda nézzetek! 20 centis hangszórók bedöntve így, hogy előrefele menjen mindenképpen a hang, ne oldalra, ezt a alumínium kosarat. Nagyon szép! Itt a táptrafója, egy nem kicsi dupla hiperszil, és mögötte, bár nagyon látszani nem fog, ott bújik bent a két kimenő trafó, hát közel van a... Hogy zavarja a telefon, tök jó. Közel van a táptrafóhoz, mégse búg, és itt van a csőkészlete, köztem majd mindjárt mutatom itt a végcsöveket, amik ugyancsak különlegességek. Amúgy belül patika állapot, nem tudom, hogy hol találták ezt a rádiót. Ugye hozzám azért jött, hogy erősítőként alkalmazható legyen, és nézem már át, hogy minden működik-e. Egyelőre igen. A végcsöve ELL80-as. Kettős pentóda, dupla, teljesmény pentóda. Ez már nagyon a végén lett kifejlesztve. Ezek itt, nézzétek? Ezek kettős pentódák, egy csőben, két pentóda közös katóddal, PP vagy párzamos üzemben, single-ended üzemben is használhatóak. Itt PP-be használják, ellenüteműben használják őket, egy olyan 5-6 wattot tudhat így a egy darab cső, és tökéletes állapotban van, valvó csövek vannak amúgy benne. Szerintem már maga csak a csőkészlet is több 10 000 forint értékű. Azt néztem, hogy egy ilyen csövet most, ha akarnánk venni, 10 akárhány, meg 20 akárhány ezer forintért találtam. Már olyat is láttam, hogy ilyen átalakítóval, hogy ebbe a foglalatba két másik csővel oldották meg ugyanezt a teljesítményt. Kicsit lejjebb veszem a hangerejét. Úgyhogy, hát ilyen belülről a gyerekek. Két 20 centis hangszóró szól ebbe a masinába, és olyan tiszta, hogy szerintem takarítás után se lehetne ilyen tiszta, vagy ennél tisztább. Ott a valvó tube benne. Egyébként ECC 83, 808. Most rákerestem néhány adatra róla. A Rádió Múzeumon találtam a Saturn 851 sztereóról. Itt van maga a rádió. És igen, 66-os, 67-es készítés. És itt van a csőkészlete. Hát van benne 85, LCH, EFS cső is, EM 87, 87, akkor mind a kettő varázs szem az 87-es, 808-unk is van benne, 283-unk is van, és ott van EL 80, a végcsöve, a teljesítmény pentódája a végerősítő résznek. Na most itt van például egy végfok. Itt van közös katóddal, ilyen cső van benne, gyerekek, és ez ordít bele a képünkbe, sztereóba, és mondom, makulátlan állapotú csövek. Tehát egy feketedés nincs rajta, szerintem ez az erősítő rész nem is volt használva, lehet a rádió sem volt használva. Szinte 0 kilométeres lehet. Nagyon-nagyon ilyen múzeumi állapotú ez a masina. És akkor támadjunk be a megfelelő csatlakozókkal. Ezek a dinszabványos Tuhel ajzatok máig tökéletes állapotban vannak, és dugót is lehet hozzájuk igazából szerezni. De nekem van, úgyhogy nem kell hozzá semmi extra. Megfordítom, összekötjük és meghallgatjuk, milyen, amikor külső bemenetről szól. Kicsit muzikálisabb uciri-buciri zene, berakva, és akkor mehet az ájn, hogy melegedjen. És most vagy a TA, vagy a TB fog szólni, de ha mindjárt meghallgatjuk. Kezdjük a TA-val, mert a baloldaliba, hátulról baloldaliba dugtam. Hát, ha megszólal. Nem, ez a TB volt, gyerekek.
11 kíséretével. Macska. Na, miért vált vissza? Visszavált, hogyha ezt átváltom, vagy csak ebbe kipattant? Ebbe van nyomva. Jóká. Csak nincsen benyomva egy rádiós se. Ja, akkor szól valamelyik középhullám. Nem baj, nyomjuk ki őket, de hát akkor is valamelyik. Akkor szóljon ez, vagy ne szóljon. Úristen. Jó, vissza a TB-re. Jazz. Mi ez az egyenes átvitel, gondolom, mert itt nincsen nagyon mély emelésre. Koncertnél azért van egy mély emelés, amiből lehet persze elvenni. Jazzes az meg. Fene tudja, mindjárt egy zenét váltok, mert ebbe érdekes a mély. Na nézzük. Szamos külső bemenet. Ennek is olyan emelése van, akkor inkább maradjon a sprache, és akkor majd mi beállítjuk a mélyet. Levettem. Magasat is le lehet venni, de azt hagy szóljon. Most jobb oldalt szól hangosabban. Bal oldalt. Tökéletes. És hangos, nagyon hangos. Mondom, azok a csövek azok olyan állapotban vannak, hogy szerintem új. Megy ilyenkor a hangszín, mély sokat nem emel. Magasat le lehet venni. Vegyük le a mélyet. Koncert. Aha. Hű, milyen röpögős oda lehet verni neki. Nagyon nagyot emel a mély. Ha nem a sprachéba van. A jazz egy kicsit mélyebb. És egy sertenés nincs, gyerekek, egy sertenés nincs a potméterekben. Ja, és valami? Itt jön be a mély. Fiziológiás, vagy nem, pont nem. Itt több a magas, előbb magas jön be. Itt jön csak be a mély. De itt rendesen érdekes hangerő szabályzása van. Kössük rá a Sound King-et. És a Sound King rajta van innentől kezdve. Rádióból már csak villanyon megy ki a hang. Ez se szól. Egyes se szól. Ha nem bizony. Szép tiszta magas. Itt is. Olyan magasan van, gyerekek, még itt a mély nem is szól. Most a Sound King-eken 8 ohmon röfögtetem, szinte még kettőt elhajtana. Szép tiszta hangja van. Mondom, azok a csövek tuti újak. Ez a hangerő, gyerekek, hatalmas. Mint egy kis zsebrádió, óriási bal. Ez van, vagy 80 centi hosszú. Nagyon jó. Megjött a düb-düb. És tök tiszta mélye van. Érzékeny hangszórókon hangos nagyon. Jó az alap hangszóróján is, az is érzékeny a 20 centise. Itt lesz sok a mély. Hangos. Mondom, még két ilyen hangfalat elhajtana. Mert hogy 5 ohmot el tud. Hangos. Itt még az órám nem rezeg. Azért ott kell néhány százat. De igen, hangos, beszélni már nem lehet mellette.
Odaver.